Az új koronavírusos fertőzések száma csak nem naponta dönt negatív rekordot, túlzsúfoltak a kórházak, több száz halálos áldozat minden nap, a járványügyi helyzet rendkívül súlyos. Szakemberek szerint ennek hátterében az áll, hogy Romániában nagyon alacsony a lakosság átoltottsága. 12 ezer, 13 ezer, 15 ezer fölött ilyen esetszámokat közöltek az elmúlt hetekben a hatóságok. 160, 200, 330 halott a szomorú statisztikai adatok. És akkor még egy statisztikai adat, az elhunytak több mint 95%-a nem volt beoltva koronavírus ellen. A kórházak teljes kapacitással működnek, gyakorlatilag nincs szabad intenzív terápiás ágy, de nem csak a koronavírusos betegek szenvednek. A sürgősségi segélyhívó rendszer is annyira le van terhelve, hogy gyakran több 10 percet kell várni arra, hogy kiérkezzen a mentő. Lorenzovics László egészségügyi menedzser szerint a helyzet súlyosságát egyértelműen az oltás tömeges megtagadása okozza. Míg európai viszonylatban a lakosság több mint 70%-a be van oltva, Romániában az átoltottság alig súrolja az egyharmadot. Kötelezővé kellene tenni az oltást. Lassan ez lesz az egyedüli megoldás az elszabadult járványügyi helyzetben, mondta. Sokféleképpen fel lehet lépni, akár azt is meg lehetne vonni az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférési jogukat. Minden szabályok vannak. Pont úgy, ahogy a nem biztosított nem jut hozzá bizonyos receptekhez, igen, ha valaki visszautasítja az oltást, akkor hogyha a COVID-típusú problémája van, akkor vissza lehetne vonni a jogát az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréshez. Igen, hát hogyha nem kéred azt, akkor nem kapod azt se. Hozzátette, a beoltatlan pácienseknek az ellátását az adófizetők zsebéből fedezik, és ellátásuk jóval többe kerül, mint amennyit befizettek az egészségbiztosítási alapba. A nem koronavírusos betegek közül pedig sokan nem jutnak egészségügyi ellátáshoz, mert túlzsúfoltak a kórházak, nyomatékosította. Sérülnek tehát a felelős, beoltott állampolgárok jogai mások felelőtlensége miatt.